erősen megkopnak az elgépiesedett világban az olyan népi hagyományok, mint amilyen a vőfélyeskedés tudománya, a lakodalmakban és más eseményeken rögtönzött vagy megtervezett alakoskodások. Szerencsére ezeknek a hagyományoknak is vannak még napjainkban éltetőik, féltőn őrzőik, ilyen jelenetekből is kaptak pikáns, kacagtató ízelítőt a Galánffy András, Kossuth Díjas népi iparművész vezette létavértesi kézműves tábor résztvevői, akik népdalokat és néptáncokat is tanulhattak a 2023. évi tábor utolsó estéjén. Itt nincsenek kulisszák. Természetes környezetben, egy pajtában zajlanak az események. Egy olyan 800 méterre jöttünk el a tábor helyéről, egy családi házra, egy kis parasztház és egy pajta. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a pajta program. Hát most egy kicsit a pajta programba is besegítünk, és most egy táncoktató barátunknak, Nagy Imrének, aki a Várdos iskolába tanít, az ő tanyáján, vagy az ő házánál és a pajtájánál vagyunk. Itt most először alakoskodó játékokat fogunk látni, amelyeket általában a lakodalomba szoktak, akkor szokták ezeket elővenni, amikor már úgy kezdenek a népek egyre jobban nagyobbokat pislogni, mert elfáradtak. Hát most tulajdonképpen ezeket a hangulatos kis alakoskodó játékokat láthatjuk majd itt, és utána pedig táncház lesz. Kerüljünk beérni! Bizonyos tárgyakat fel is tud venni a szájával, és hát azt szokták még eljátszani, hogy egy ilyen pokróc alatt két legény van, egymás derekába kapaszkodnak, előfogja hátul, hátsónak a lába közé, fel van rakva egy szódásüveg, ugye megy a fejé is. Hát el akarják adni a kecskét, na mi az ára? Hát 100 000 euró. És, hát igazán ilyen drága, mitől ilyen drága? Hát azért, mert jó fejhető, és rengeteg fejet ad. Na mutassa meg, akkor milyen jó szá, hát vagy két ilyen vállalkozót felrúgnak, és akkor egyszer, na, megengedik, és viszik a rocskát fejnek, és akkor ott bámészkodik, akkor ott oldalra kipriccolnak a nyilván a szódásüveggel, hogy aki még nem kelt volna fel, akkor most már biztos fel kell. Hát ez egy ilyen több perces jelenet, és a óriási küzdelmek vannak, és a végén vagy azt mondja, hogy nem adom ennyiért, agyonütöm. És akkor van egy olyan jelenet, és akkor fejbe vágják a kecskét, és felborulnak, és a két legény ő, akkor felfedi magát, és kiszaladnak. Rengeteg jelenet van ezzel kapcsolatosan is. Az alakoskodás dramatikus, vagy maszkás, maszkos játékok, ez az évkör ünnepén sokszor megjelenik, de leggazdagabb a régi lakodalmakban volt. Ez akkor használtak ezeket, amikor már egy kicsit fel kellett villanyozni az elfáradt vendégsereget, akkor erre a kunkapitány, a vőfély, meg hát olyan humorosabb, vállalkozóbb legények vállalkoztak, akik ezerféle módon tudtak megjelenni a maszkákba. És akkor ugye nem csak a lakodalomban, hanem a munkavégzések folyamatának a végén, mondjuk egy aratás, szüret végén, vagy egy esős időben egyből színházá alakultak, egy népszínművet játszottak el pillanatok alatt. Ugye ez volt a szórakozásnak nagyobb rész, ebből állt. Mindig fontos volt, hogy olyan
olyan jelmezt töltsenek magukra, ami feltűnő, látványos, és hát úgy mindenkit felvillanyoz. És akkor rengeteg variációja van, egyik mondjuk az, hogy szerencsé, jó estét kívánok, megengedik-e, hogy bemutassam és behozzam ide Jankó nevű kanimedvémet, kapunk hozzá egy zenét, és akkor Jankó nevű kanimedve, ez egy kiváló, jószág, minden tud, elvégezte a főiskolát, és még itt a vonalkaut is benne van hátul, fájintos-e, hát ha szeretné valaki megtáncoltatni Jankó nevű kanimedvémet, lányok előnybe, akkor már is jöhetnek, ki van helyével baj, nem lesz belőle, tessenek csak jönni, van egy önként vállalkozó leány, aki megtáncoltatta a Jankó nevű kanimedvémet, tessenek jelentkezni, Kovásnék is jöhetnek, tessék csak lányok, ha nem, akkor menjen válasz magának, mert ez egy jó kanimedve. És akkor, hát mondjuk, itt van egy leányka, gyere, légy szíves. Akkor elkezdi táncolni, amit a táncos mutat. Hát most te vagy a táncoltató, szeretsz táncolni? Nem? Jankó rávisz. Lényeg az, hogy mindig van valami zenekar, ha nincs, akkor egy kanna, egy teknő, van dob, és akkor van valamilyen zene, és a végén ugye frisse van, akkor a frissével is táncolnak egyet, nem tudok minden jelenetet, minden centébe bemutatni, de a lényeg az, hogy a medve azért ugye elrabolja egy kicsit a táncosát, elviszi körbe egy kicsit egy jó útra, és akkor utána tehát meg volt a jelenet. De maga a felvezetés sokkal hosszabb, mert mikor a medvét hozzák befele, nem látja senki, csak a láncot. Csörög ott valami, meg mi lehet az, milyen lehet az a medve. Igazán nem én kezdtem el foglalkozni vele, hanem dr. Újvári Zoltán annak idején az egyetemen volt professzor, Isten nyugtassa, és sok más néprajzos is. De én tudtam alkalmazni, mivel vőfé voltam, ezt én próbáltam a mai lakodalmakba is úgy belefűzni, hogy egy kicsi más is legyen, mint egy monoton dobgépre beállított monoton zene mellé, jelenjen meg egy más alakoskodás is, és ennek rengeteg variációt. A másik meg a Szeredás együttessel dolgoztunk fel, több ezer fellépésünk volt ezekből a dramatikus játékokból, gyerekműsorokban és felnőtt műsorokban. A lakodalmakban, de egyébként farsangban is, ugye a termékenység szimbóluma, a gólya, vagy a szájában van egy ilyen kisebb tojásbaba, és így csattogtatja a száját a gólya, és ugye ismerjük azt a filmet, vagy hát ha nem ismeri valaki, akkor ugye megjelenik a kangója, meg megjelenik a tojógólya is, és egymással táncolnak, és akkor a vőfék kérdezik tőle, hogy Gólyám, kismarátám, az úgy párhoz jöttél? Eljössz hozzájuk máskor is? Hányszor jössz el hozzájuk? És amennyit kótog a gólya, akkor ugye annyi gyerek lesz. Vőfékedek is, és több mint 1200 lakodalmat teljesítettem idáig. A találkozót 10-szer rendeztük meg, Kárpát-medencei vőfé találkozót, de nyilván vannak mellette kisebb területi találkozók is, Csíkba is, Háromszéken is, néha Pest megyébe, mindig felüti magát gombamódra, tehát ezekre nagy szükség van, összegyűjtik a környék vőféit, de én nekem feltétlenül elhatározott szánték volt az, hogy a határon kívüliek nélkül, a határon kívüli magyarság nélkül nem rendezek vőfé találkozót, ezért találtuk ki a Kárpát-medencei vőfé találkozót. Eleinte évente ment, aztán meg két évente, és a járvány után egy kicsit zilált volt a dolog, és most meg szeretném majd vándoroltatni a Kárpát-medencébe, hogy más tájegységekre is kerüljön el. Több mint 700 vőfélyel sikerül stúdiófelvételt készíteni, portrékat, fotókat, hanganyagot, szokásdalomokat, történeteket és rigmusokat vettünk fel. Ahogy a lovas nemzet vagyunk, és a ló alakoskodás, gyere Balázs! Már egy sokan kellettek, nem tudom megjeleníteni, nem tudok három fele helyesen. Kereszt már, te volt rajta. Nem baj, akkor húz fel magadra. Bújj bele! Úgy is jó. Tehát pócirkázás, lovas alakoskodás, lójel, igen, van egy másik része is. Akkor ezt is játszották úgy, hogy csak elő volt egy fej, ugyanúgy, mint a kecskét fogták, és két alak meghajolva,
bújt alá, és nem tudták, hogy ki van a legények közül a lovalakoskodó lepel alatt, és akkor itt is próbálták eladni a lovat, ugye. Jó, ennyire én nem veszem, inkább agyonütöm, mert legyen belőle kolbász, vagy tehát ezerféle poén volt. De ami még hosszabb, ugye, az, hogy még meg is patkolták a lovat, sőt, még a patkolókhoz, hogy a kovás még hívott segédeket is. Tehát kovásnét, vagy valakit még oda mellé, hogy egy kovás nem kovás, két kovás fél kovás, három kovás egy kovás, ezt mindenki ismeri ezt a mondást. Hátul a licárnak ő ezt engedi a zártmányával a lyukat, mert engedj feljebb a fejét. Van benne jó? Nem samunk elére. Csak egy gyors átvedlés, nem fogok itt nagyon hozzá készülni. És akkor már meg is van csapat. Ugye bejön egy jó zenére, ott is már, ha táncol, akkor is megállnak, mert mindenki látja, hogy nagyon vágtak az a huszár. Aztán bejön, nagyon Isten, zsandár van! No, szóval ebben a lúvó! Ha éppen megyek a csatába! Ebben a gebébe! Ebben? Látom, jó igazjárása van. Halljad? Mutassa már meg a lábát, hát látom, hogy baj van. Nem tudom én, 100 lábú? No, ezt nézze meg! Jó, nem rugós? Nem látom. No, hogy hiány a lova? Csipa! Csipa? Na vigyázzanak, mert lehet betörni. Na, fogja már az áját, zsatolom! Lenne ezt sípam, összetöri a csűk! Jó! 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 Nem kilóra dolgozunk, drága már a most! Jó, győrbe! Hallásra! Még rosszabb, mint volt. Jó, hát rossz lábát patkoltuk meg te! Ha nincs a... Na, hozzá fog még egyszer. Jó! Elmondok egy fasz, hát utána jobban bírok vele, ide hallhatsz. Jaj, most meg ezzel a hatalaj személy Jupitertől, aki teremtett az ülő, és mindenféle ezekkel bukó szerszámokat, a parasztok sanyargatásán, az ásortok, a pártok erebét, a betonkeverőt, az internetet, dáma. No, de szépen összejöttek itt máma este. Te mulatság lesz. Tudják, hogy akkor mi a helyzet a három kovácssal? Kéne nekem egy segéd. Jöjjük már valaki segédnek, kovásné előnybe. Gyere csak, öcsém, gyere, no. Imola, gyere már, te is láttál lovat. No, adja a lábát hát, fogjátok meg a lábát, vigyázzék már. A gőz zárja el. Válasszonok egyet. Jön az utcán, na gőz, alá. Van az alvás száma, mi beszélni, alá, azért. Hé! Hé, hé, kovács! Rostásodik a laurul! No, hát csak a fogkövét néztem már meg, hogy... Mert rájutszik a vasak, jól fogják meg, ne engedj igen, ha most kell megfogni! Mondom én, hogy merül menjek már! Állj! No! Várjon már, úsz egy került a zsebembe, hogy hol van itt a zsebembe! No! Gyűjjék, ne fogja a forkát legalább! Na mondom, nem kilarra dolgozunk, egy nagy tapsot az inasoknak! Mondom én, egy tovább közdenégre tettük a forba! Zsombárom! Indulhat a higanjárású lovával a csatába, de mielőtt elindulna, táncoltassa már meg ezt a pályparipát! Százados úr, seje haj, százados úr, ha felül a lovár. Nem szégyen a tapsat, zsondárnak. Már azt mondták a 20. század végén, hogy már most nem lesz már itt vőfély. Én meg azt mondtam, hogy ha úgy cselekszünk, akkor mégiscsak lesz. Az európai
ceremónia mesterek közül a magyar vőfének volt a legszélesebb feladatköre, ezt a feladatkört próbáljuk kiszélesíteni, keressük az útot, módot, hogy hogy maradjon fenn ez a népszokás, mert mégis egy speciális magyar szokás. Annyira gazdag a hagyománya, csak foglalkozni kell vele, és meg kell jeleníteni, hogy lássa az utókor, legyen élményszerű a dolog, mert ha látja, akkor öröklődik is. A 17. század közepén a nyugat-európai elit már menükártyát használt, minden kiírtak és elolvasták. Itt, ha a magyar vőfé összeszedi magát, akkor annyira gazdag a népdal hagyományunk, hogy a lakodalomnak minden mozzanatát énekel tudja kifejezni. Azon kívül nyilván rímusra támaszkodik a vőfé, de az is lehet jó, lehet szép, mert ha jó választékos rímusokat választ, akkor mai napig is megállja helyét. Lassan kihalóba vannak. Alig vannak olyan lakodalmak, ahol vőfélyek vannak. Zsiga ezért próbált összegyűjteni a Kárpát-medencéből azokat az elhivatott embereket, akik még vőfélyként szolgálnak. Mert ez egy szolgálat. Azért, hogy ki ne halljon ez a gyönyörű mesterség, mert ezért is egy olyan dolog, hogy itt indítsuk el a fiatalokat. És ebben a fiatalságban hát mindenképpen ez a jó humorú valami illik. Nagyon köszönöm neked, Zsiga, hogy eljöttél közénk. Hát nyilván, hát hogy mondjam, egy fokhagyma gerezdit hozott arról az óriási tudásról, amivel ő rendelkezik, de legalább az ízét megéreztétek. Maga a szokásrend az utóbbi 50 évben többet kopott az emberi életfordulók szokásrendjei, vagy de főleg a lakodalom, mint előtte 1500-2000 év alatt. Ezért ez elgondolkodtató, és valamit kell tenni. Az, hogy ezeket a vőfényeket összegyűjtöttük, és stúdióba fel is vettük a történeteket, szokásdalamaikat és rigmusaikat, ez csak egy szeletkéje a mentésnek, hogy sok mindent kell még tenni. Nem először vagyok itt, táncosként, én énekesként máskor is voltam már itt, mindig jó hangulat volt, hát és ez a koncentrátum, ami itt a nemzeti értékekből kap egy ide látogató, ez ritkaság. Tehát ezek a mesterségek legmagasabb színvonalúak, és az előadások meg az egész körítés is úgy van mellé rakva, hogy ez egy kerek egész. Ezt érdemes kiegészíteni és máshol is elszaporítani. Reméljük, hogy Bandi bácsi sokszor meg tudja még csinálni. Menjünk fel szépen a ritmus, jobbra megyünk, és balra megyünk. Van még egy picit elgyönni, hogy elgyönni. Csak én magam megyünk, csak én magam Yeah.